Radiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán. Bielickiné Búzás Éva összeállítása. Kedves hallgatóink! Köszöntjük Önöket sorozatunk 100. adásában. Mai műsorunkban folytatjuk válogatásunkat az 1960-as év zenei eseményeiből, a tartalomból. Friedrich Chopin és Erkel Ferenc születésének 150. évfordulója. Barta Alfonz, a budapesti Erkel Ferenc énekverseny egyik győztese. Meghalt Dohnányi Ernő és Weiner Leó. A rádió új felvétele, Lendvai Camillo koncertínója. Szüllősi András zenei ismeretterjesztő tevékenysége a rádióban. És végül a rádiózenekar olaszországi hangverseny körútja. Az 1810-es esztendőben Közép-Európa egén két csillag tűnt fel fényesen. Lengyelországban megszületett Friedrich Chopin, Magyarországon pedig Erkel Ferenc. A születésük 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek, emlékezések középpontjában nemzetközi zenei verseny, Varsóban zongora, Budapesten pedig énekverseny állt. A zongora verseny krónikája előtt felolvasunk néhány sort Barabás Tibor írásából, amely a Chopin szülőházában, a Varsó közelében lévő Zselazova volában tett látogatás élményét rögzítette. A szülőház egyik szobájának falán függ Delacroix festménye, amely kiemeli Chopin bánatos szemének érzéssel, borongással teli pillantását és az álmoktól ragyogó tiszta, magas homlokot. Egy művész játszani kezd a zongorán. A muzsikán keresztül Chopin legbensőbb érzése szól hozzánk. Lázas, igazi szenvedély, a kedvesét hívó vágy szólama ez. Sejtés és öröm, remény és keserűség, szelídség és vihar.
Hány emberi érzés ömlik egybe, de akkora erővel és olyan őszintén, hogy a szívünk megfiatalodik, és úgy vágyódunk, úgy emlékezünk, mint az ifjú Chopin. Mint már említettük, Chopin születésének 150. évfordulója alkalmával rendezték meg Varsóban a 6. nemzetközi zongoraversenyt. A zsűri díszelnöke Arthur Rubinstein, a világhírű lengyel zongoraművész volt. Hernádi Lajos zongoraművész akkori helyszíni beszámolójából idézünk, majd megszólaltatjuk Chopin émol zongoraversenyének részletét a nemzetközi megmérettetés győztesének szólójával. A verseny a néhány évvel ezelőtt újjáépült Filharmónia nagy termében folyt, amelyet a mintegy 30 országot képviselő versenyzők nemzeti lobogói díszítettek. A színpadon Chopin mellszobrát rejtett fényszóróval világították meg. A zongoraverseny szenzációt keltő eredménye az első díjat egy 18 esztendős olasz fiú Maurizio Pollini nyerte el, aki mind a három fordulóban zenei és technikai szempontból egyaránt ragyogó teljesítményt nyújtott. Thank you.
Még a gyönyörű muzsika hatása alatt sietünk megemlíteni, hogy Chopin e-moll zongora versenyét Magyarországon Erkel Ferenc mutatta be, aki fiatal korában, mint zongora virtuóz tett szert országos hírnévre. Idehaza az 1960-as Erkel év ünnepi kínálatában tudományos előadások, kiállítások, hangversenyek szerepeltek. A rádióban pedig felvételeket készítettek az elfeledett Erkel operák részleteiből. A Muzsika című folyóiratban is jó néhány tanulmány jelent meg, közülük Losonci Ágnes írásából idézünk. Ha Erkel nem tett volna mást, csak megírja a Hunyadi László, a Bánkbán és a Dózsa György című operáját, már akkor is megérdemelné az elismerést. De munkájának érdeme nem csak zeneszerzői tevékenységében van. Halhatatlan szerepét abban kell keresnünk, hogy életének minden korszakában segített ébreszteni vagy ébren tartani a nemzeti öntudatot. És ha büszkék vagyunk a magyar zenei kultúrára, az előadó művészetre, a pedagógiára, az operaházra, énekeseinkre vagy a kórusmozgalomra, akkor tudni kell, hogy jóformán mindegyik út elején ott van az úttörők között Erkel Ferenc, hogy az önálló magyar zenei fejlődést a legtöbb területen az ő bámulatos szívósága és nagy tehetsége indította meg. Az Erkel év egyik eredménye éppen az volt, hogy nem csak a zeneszerzőről emlékeztek meg, hanem a magyar zenei élet megalapozásának legtevékenyebb alakjáról is. Vajda János mondotta egykor, a himnusz, a Hunyadi, a Bánkbán zeneszerzőjénél akadhat idővel még nagyobb magyar zeneszerző, de nagyobb érdemű nem. November 7-én, Erkel Ferenc születésnapján az Operaházban a Bánkbán című operát adták elő, amelyet a rádió is közvetített. Emlékeztetőül szólaljon meg most is Melinda második felvonásbeli áriája, az egyik legihletettebb Erkel hősnő Osváth Júlia szívhez szóló poétikus előadásában. Thank you.
1960-ban az Erkel év jegyében szervezték meg az őszi budapesti zenei heteket, és azon belül az első Magyarországon rendezett nemzetközi énekversenyt. Az Erkel Ferenc nevét viselő verseny célja az volt, hogy megismertesse és megszerettesse a zeneszerző műveit, azokkal is, akik a Magyar Nemzeti Opera megteremtőjének alkotásait csak hírből ismerték. A zsűriben nemzetközi szaktekintélyek foglaltak helyet. Díszelnök a világhírű olasz tenorista Tito Skipa volt. 12 országból 52 versenyző érkezett Budapestre, közülük magyar és szovjet énekesek kerültek ki győztesen. A női kategóriában az első díjat Kira Izotova, a második díjat Dunst Mária. A férfiak versenyében az első díjat Barta Alfonz, a második díjat pedig Jonas Jocis nyerte. Barta Alfonz 1959-től kezdve volt az Operaház vezető tenoristája lírai szerepkörben. Emlékezetes alakítást nyújtott, mint Don Ottavio, Mozart Don Giovanni című operájában. Most is felcsendül a második felvonás híres tenor áriája az ő előadásában, miközben megfigyelhetjük puhán képzett, mégis fényesen áradó hangját, remek technikáját, muzikalitását. Nyilván az énekverseny zsűrije is ezekért a kiváló adottságaiért jutalmazta Barta Alfonzot az első díjjal. Szállom szívem végig, a napsalat a pár, a barbátor sugarat a, és áldom
Az 1960-as évben két jelentős magyar muzsikustól búcsúzott a zenei világ. Meghalt Dohnányi Ernő és Weiner Leó. Haláluk helyszíne New York és Budapest. A nagy földrajzi távolság jelzi az életútjuk közötti különbséget is. Dohnányi Ernő munkásságának jelentőségét természetesen más korban és más körülmények között Erkel Ferencéhez hasonlíthatjuk. Dohnányi is hármas minőségben működött, mint zongoraművész, karmester és zeneszerző. De volt idő, különösen 1934 és 1941 között, amikor vezetője volt szinte mindegyik fontos zenei intézménynek. Az Erkel által alapított Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát 25 éven keresztül vezette, mint elnök karnagy. Ezen kívül a Zeneművészeti Főiskola tanára, igazgatója és főigazgatója. Az operaháznak ugyan nem, de vezetője volt még 1931-től a Magyar Rádió zenei osztályának is. 1944-ben felismerte, hogy élete és további működése Magyarországon nincs biztosítva, ezért 67 évesen elhagyta az országot. Éveken keresztül bolyongott a világban, míg végre Florida fővárosában, Tallahassee-ban az egyetem dékánja állást ajánlott fel számára. Itt telepedhetett le, és élete utolsó 10 esztendejét nyugalomban, jobbára tanítással tölthette. Dohnányi Ernő 1960. február 9-én bekövetkezett haláláról Budapesten kevesen vettek tudomást. Legfeljebb híranyagban emlékeztek meg róla. Egyik hűséges tanítványa, Vázsonyi Bálint múlhatatlan érdeme, hogy összegyűjtötte a mesterére vonatkozó dokumentumokat és megírta életrajzát. Az ő könyvéből idézzük az utolsó hetekről szóló emlékeket. Dohnányi 3 trombózis és jó néhány kisebb betegség után élete utolsó 10 évében kitűnő egészségnek örvendett. Vigyázott magára, sokat pihent, ha lehetett, de ezt fiatal korában is így tette. Segítségére volt vele született fizikai lazasága, elengedettsége, amely minden tevékenységét megkönnyítette. 1960. január közepén New Yorkba utazott, hogy Beethoven utolsó szonátáit hanglemezre vegye. A jéghideg stúdióban megfázott, belázasodott, és a hajszolt munkatempót a szíve nem bírta tovább. Tallahassee-ban temették el, inkább kert, mint temető, ahol nyugovóra tért. És most, a hasonló életút kapcsán Bartók Béla jut eszünkbe. Munkásságuk java hazájukban összpontosult, de életüket amerikai egyetemek méltatlan vezetőinek árnyékában fejezték be. Mindketten New Yorkban haltak meg, s amerikai temetőben nyugszanak. Tudjuk, Bartók Béla hamvait azóta hazahozták. Vajon mikor kerül sor arra, hogy Dohnányi Ernő hamvai is hazai földben nyugodjanak véglegesen? Addig is azt szeretnénk, ha emléke az őt megillető módon maradna meg minden zeneszerető ember szívében. Most felidézzük a 83 éves Dohnányi utolsó hangversenyének hangulatát. Az atlantai koncert műsorán a gyermekdal variációk és a fiszmol szvit szerepelt. Szebb búcsú ajándékot nem kaphatott a sorstól Dohnányi, mint azt, hogy 83. évében is fiatal maradt. Aki ismeri a variációkat, emlékszik arra, hogy a darab a zenekar utolsó 4 akkordja felett alulról felfelé az egész billentyű soron végigsöprő glisszandóval végződik. A glisszandó ezúttal egy tüneményes interpretáció végén oly lendülettel érkezett, hogy a szó szoros értelmében talpra sodorta a zongoristát. Dohnányi állva fejezte be a darabot. Azután kezébe vette a pálcát, hogy szvittjét vezényelje. A Dohnányi Ernőre való emlékezésünk végén szólaljon meg most is a Változatok egy gyermekdalra című talán legnépszerűbb művének említett részlete. Felvételünkön a zongoraszólót természetesen maga a zeneszerző játsza.
Steiner Leo 75. születésnapján, 1960. április 16-án a magyar zenei élet nagy tisztelettel köszöntötte a kiváló tanárt és zeneszerzőt. A Zeneakadémián szerzői estet rendeztek ez alkalomból. A rádió is külön műsort készített munkásságáról, az állam pedig másodszor tüntette ki Kossuth díjjal. Weiner Leónak ki sem kellett mozdulnia Budapestről, hogy ismert legyen, hiszen tanítványai, hangszeres szólisták, kamarazenészek és karmesterek világszerte elvitték mesterük jó hírét. Weiner Leó egyik önéletrajzi vallomásában tanári munkásságát így foglalta össze. 23 éves koromban lettem tanár a zeneművészeti főiskolán, ahol még kevéssel azelőtt zeneszerző növendék voltam. Azóta itt tanítok, kivéve az 1943-44-es éveket, amelyek alatt félreállítottak. Kezdetben zeneelméletet tanítottam, majd zeneszerzést. Azonban néhány év után, amikor láttam, hogy ifjú zeneszerző növendékeink az atonális zene felé hajlanak, áttértem az elméleti oktatásról a gyakorlati zenélés, kamarazene és fúvós együttes oktatására. Nekem, aki kezdettől fogva zsákutcának tartottam az atonális elhajlásokat, így kellett levonnom a konzekvenciákat. Teljes odaadással vetettem bele magam, főleg Mozart és Beethoven interpretálásának tanításába. Ezt a két mestert határtalanul szeretem és csodálom. Hiszem, hogy aki ezt a két géniuszt megérti, műveikben elmélyed és ezeket jól tudja előadni, az azután minden későbbi korszak romantikusok, modernek alkotásaihoz könnyen megtalálja az utat. A Weiner Leó 75. születésnapja alkalmából rendezett ünneplések szinte alig értek véget, amikor szeptember 13-án a halálának hírét lehetett hallani. A rádióújság gyászkeretben jelentette meg fényképét, és mellette az emlékező sorokat. Weiner Leó meghalt. A kifinomult magyar zenei romantika utolsó nagymestere szállt vele sírba. Életszemlélete, művészete sok értékeset őrzött meg az egyetemes és a magyar hagyományokból. A modern zene erőinek felvonulásában alig vett részt, inkább a régebbi utat folytatta és finomította. Amikor a Csongor és Tünde kísérő zenéjét és más műveit hallgatjuk, alig sejtjük, hogy a brilliáns hangszerelésű, könnyedén suhanó és villódzó muzsika mögött milyen alapos műgond és milyen kitartó kísérletezés rejlik. Weiner Leóra emlékezve szólaljon meg az 1906-ban 21 éves korában komponált magyaros hangulatú F-moll szerenád részlete. Thank you.
A sok nehéz téma után folytassuk műsorunkat oldottabb hangulattal. A rádió zenei ismeretterjesztő műsorai igyekeztek minél több hallgatót megnyerni a komoly zene számára. Ezek közé tartozott egy újfajta sorozat is, amely Beszélgetések a zenéről címmel 1960. október 16-án kezdődött. A mikrofon körül Szőlősi András zeneszerző, Újfalusi József zeneesztéta és Mátrai Beteg Béla újságíró ült, és különböző szemszögből elemezték egy-egy remek mű sikerének titkát. Szőlősi András neve jó néhány más műsorban is feltűnt, melyek közül most a Hegedűs Géza íróval való kapcsolatát emeljük ki. Hegedűs Géza, a sokoldalú és fantasztikusan termékeny író, szinte házi szerzője volt a rádiónak. Számos rádiójátékot írt, és még számosabb ismeretterjesztő előadást vezetett. Különösen jeleskedett az ős magyar mondák és a régi krónikás emlékek feldolgozásában. 1960-ban hangzott el az Álmos vezér című krónikás hangjáték és a Megtalált haza című utójáték az ősmondához. Mindkét hangjáték zenéjét Szőlősi András komponálta. Egy kritikus szerint a zene jóval többet adott az egyszerű aláfestésnél. A Rádió Újság Meghallgattuk című kritikai rovatában 1960. május 15-én pedig megjelent Szőlősi András írása, amelyből néhány gondolatot idézünk. Az európai költészetnek alig ha van formai szempontból kötöttebb műfaja a szonett koszorúnál. A magyar irodalomban nincs is hagyománya. Már ezért is, és rádiószerűsége miatt is örömmel hallgattuk Hegedűs Géza szonett koszorúját, az összhang és zűrzavart, amely a zenéről szól. Bach, Mozart, Beethoven s a többi legnagyobb jelenik meg egy-egy szonetben. Amire a történész csak hosszadalmas elemzések által juthat el, azt a költői intuíció néhány sorban elénk vetíti. Az egymást követő szonettek végső és kezdő sorának azonosságában egy-egy nagy mester művészetének végső eredménye egyben a következő számára kiindulást jelent. Úgy érezzük, hogy Hegedűs Géza személyes vallomását a zenéről nem az egyes szonettek zenész portréiban, hanem a történeti változás ilyen látásában és láttatásában kell keresnünk. Örömmel adnánk közre mind a 15 zeneszerző szonetbe foglalt portréját, de műsoridőn korlátozott. Csendüljön fel Debussy egy faun délutánja című muzsikájának részlete az erről szóló szonettel. Majd a befejező mesterszonettet szólaltatjuk meg az egykori versmondó Pálos György tolmácsolásában. Debussy egy faun délutánja. A hangulat is sok mindent takart.
De amit elrejt, arra ne tekintsünk. A pillanat, a hangulat a kincsünk, s ne kérdezzük, a világ merre tart. A tettek vágya mindig megzavart, csak nézni jó, a messzeségnek incsünk, emlékek, álmok, ennyi van. Terítsünk pillangókkal, virágokkal kivart sejem lepelt a létre, és az álom, mint fuvola szó nyári délutánon mesét idéz, mit kézzel úgysem érsz el. Ott fenn a felhő már vihart idéz, de a lélek még játékokra kész, hanem a férfi szembenéz a vésszel. Mester szonett. Kezdetben volt a zúgó zűrzavar. Csupán az ember ismerte a rendet, mert hitt a rendben, összhangot teremtett, a szépség minden rútat eltakar. Verőfényekben lappang a vihar, sors és örömbágy szaggatja a lelket, s mert minden percben hitet tenni kellett, az ember igaz példákat akar. Van, aki futna tündérek honába, van, akinek magány a béke ára, a hangulat is sok mindent akart, hanem a férfi szembenéz a vésszel, ha kell emlékkel, ha kell józan ésszel birkózza le a zúgó zűrzavart. A rádióújság 1959. december 6-i számában hírt adott egy pályadíjjal jutalmazott kórusnő sikeréről. Az írás így kezdődött. Új zeneszerző nevét ismerte meg a rádióhallgató, Lendvai Kamillójét. Az élete első interjújában így mutatkozott be az akkori fiú komponista. Ebben az évben nyertem el diplomámat a főiskolán, ahol zeneszerzésben Viski János növendéke voltam. Voltak éppen már 5 éves korom óta muzsikálok, Molnár Antal professzor fedezte föl bennem a zene iránti hajlamot. Első szimfonikus művem a Tragikus nyitány volt. Kamara műveim közül talán a Trió szerenádot szeretem legjobban, melyet a Ney Trió játszik.
Több hegedűre és zongorára írt darabomat Kocsis Albert és Bálint Ágnes játszotta a rádióban. Legutóbb pedig Hollós Lajos szerkesztő felkérésére komponáltam a koncertinót zongorára és fúvós együttesre. Ezt a darabot mindössze 3 hét alatt írtam. A munka koncentráltan és könnyen ment, talán azért, mert a zongorával a kezdetek óta bensőséges és szoros kapcsolatom van, és a fúvós hangszereket is szeretem. Lendvai Camillo koncertinóját 1960. szeptember 8-án mutatta be a rádió. Almási László szólójával, a budapesti koncertfúvós zenekar előadásában Lehel György vezényletével. A Bartók hatása alatt született művet azóta sokszor és nagy sikerrel adták elő itthon és külföldön. Gyakran maga a zeneszerző játszotta a szólót is. Hallgassuk meg a mű részletét az 1960-as, ma már archívnak számító felvételről. Novemberében a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Lehel György vezetésével olaszországi hangverseny körúton vett részt. A sikeres koncertekről Vermes István, a 80 tagú együttes akkori igazgatója többek között így nyilatkozott a rádióújságban. Rádiózenekarunkkal a korábbi lengyelországi, franciaországi és belgiumi hangversenykörút után most végre Olaszországba is eljutottunk. Beutaztuk az egész olasz csizmát Milánótól Palermóig, 11 nagyvárosban koncerteztünk. A kritikusok főleg műsorunk széles skálájú összeállítását emelték ki, amely Haydn műveitől a mai modern zenéig terjedt. A Bartók művek autentikus előadását különösen nagy örömmel hallgatták. Dicsérték a zenekar precíz játékát, fényes hangzását, valamint Lehel György karmester dús fantáziájú, dinamikus s ugyanakkor mértéktartó vezénylését. Úgy érzem, hogy ezzel a turnéval megalapoztuk zenekarunk jó hírnevét Olaszországban is.
A rádiózenekar milánói hangversenyét a Magyar Rádió is közvetítette. Így az éteren keresztül is hallani, érzékelni lehetett az olasz közönség lelkes ünneplését. Legnagyobb sikere talán a galántai táncoknak volt. Kodály Zoltán nagyszerű muzsikájával búcsúzunk mi is, sorozatunk 100. adásában. A viszonthallásra! Rádiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán, 1925-től 2000-ig. Bielicskiné Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Sipos Magdi és Korbuj Péter. A szerkesztő Varga Ferenc.